Na, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Endzone, a World Apart című játéknak a mostani kis streamjében. Igazából azért választottam ezt a játékot így mára, mert hogy mint látjátok, itt fönt van egy ilyen kis Early Access logó. Igazából arra gondoltam, hogy ezt így meg lehetne hajtani. Így futhatnánk vele egy kört. Annál is inkább, mert hogy ez egy olyan játék stílus, és egy olyan, hát talán mondhatjuk, hogy műfaj, amivel sem az Otherworld-ön, sem mondjuk itt a Twitch csatornánkon nem jellemző, hogy találkozunk. És valahogy ráálltam mostanában arra, hogy kezdjek el szétnézni az indie mezőnyben. Biztos láttátok, hogy volt az Amnesia Rebirth-ből most végigjátszásunk nemrég, és azért fordultam rá erre a területre, mert hogy beszélgettem Kennyvel, igen, azzal a Kennyvel, és ő is mondta, hogy nagyon tudná javasolni nekem, hogy az indie mezőnyben, szia Takshire Junior, hogy az indie mezőnyben nézzek szét sokkal-sokkal intenzívebben, mint eddig. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor jó, akkor elkezdek egy kicsit könnyékig túrni, és nézzünk valamit. No, és ennek lett a végeredménye az Endzone, a World Apart. Hú. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most fogok streamelni nektek nagyjából egy órát, nagyon maximum másfelet, tehát tényleg csak így belekóstolunk ebbe az egészbe, és kíváncsi vagyok, hogy nektek úgy egyébként ez a fajta műfaj, meg az, ahogyan játszom, meg ahogyan próbálkozom ezzel, az nektek mennyire jön be. Ha igen, akkor lehet, hogy elindulunk ebbe az irányba is. Ha nem, akkor maradunk a tradicionálisabb vonalon. Ide nekem survival. Na, ismételten sziasztok! És akkor egy kis Endzone. Bázisépítős, bázismenedzselős móka. Remélem a hang az rendben van. Na, hol van itt víz? Itt van víz. Na, annyi az egésznek a lényege, hogy elpusztult a Föld, és 100 évig lent volt a lakosság a Föld alatt, most szabadultak fel, és hát el kéne kezdeni építgetni a civilizációt, és hát itt romokban van minden. De ebben a játékban nincsenek se zombik, se rivális gengek, meg semmi ilyesmi. Szimplán csak, hát csak a szokásos. No. Vízre szükség lesz. És osszok ki a taszkokat. Vágjatok fát mondjuk ebben a zónában. Meg gyűjtsetek trash-t. Ebben a zónában. Erre allokálok. Ennyi embert, jó. És akkor építsünk még utat. Még hozzá mondjuk. Ezt elég egyszer lenyomni. Jó. Jó. És egy ciszternát még felhúzatunk velük. Menjen.
Igen, egy tutoriált megcsináltam benne közben már. Itt van pár telepesem, aki még nem nagyon tudja, mit kezdjen magával. Mindenki dolgozza. Na annyi van, hogy ugye, hogyha elkezdjük építeni a kis kolóniánkat, akkor az első és legfontosabb, ami kell, az a víz. Az mindenképpen kell. Ezen kívül a nyersanyagot az például innen roncsokból fogjuk nyerni, vagy pedig, nem vagy pedig, hanem mellette fakitermeléssel, és később bejön a képben majd még számtalan más dolog. A tutoriált azt nagy részt megcsináltam, nagy részt befejeztem, de például ide nem küldtem még cserkészegységeket, vagy hogy hívják ezeket? A expedíciós csapatot. Taxoyer Junior, hogy mit szólok a Scorn Xbox Series X gameplayhez. Szerintem kurva jól néz ki, nagyon kíváncsi vagyok a Scornra, de talán ezt mondtam már korábban is, hogy engem ez eléggé mozgat. Azon kevés játékok egyik, ami nagyon érdekel, viszont egyre inkább kíváncsi lennék arra, hogy mi lesz ez a Scorn. Mert oké, kurva jól néz ki. De most már úgy foglalkoztat, hogy azon túlmenően, hogy büntetően jól fog kinézni, ezen kívül mit fog még tudni? Tehát szólni fog valamiről, lesz valami? Na, most van az, hogy vannak a vízhordófiúk, oké. Igen, élelmiszerünk még nincsen valami sok. Mindjárt jelölünk ki szántóföldeket is, meg mindenféle szart. Az út az is szépen lassan készül get magában. Az a jó, hogy nem minden nem minden ilyen cucchoz kell emberfeletti kiszolgáló személyzet, vagy háttérmunka, meg ilyesmi. De például a házak tipikusan azok, amiket bármennyit fel lehet építeni, mert itt látjátok, hogy fa kell hozzá, meg ilyen scrap, ilyen alkotóelemek. És ez tipikusan az, amire tudok delegálni embereket. Pont nincs most egy sem. A zenéje az tényleg nagyon jó, hogy mondta valaki. Az egyik hiba, amit elkövettem, hogy ugye vannak itt sugárszennyezett részek. Tehát látjátok, ez a zölden kijelölt rész, ez tipikusan az. Viszont itt van egy olyan módszer, hogy remove radiation, tehát manuálisan el tudom távolítani az emberekkel a radioaktív szennyezett földet a területről. De igazából erre nincsen szükség, mert mint kiderült, hogy amikor lerakja a csapatom az új épület alapjait, akkor ezt úgy is felszámolják a közelből. Hogy ez így marad, de később is, azt nem tudom, de egyelőre úgy tűnik, hogy ezzel nincsen. Vagy nem lesz különösebb probléma. Na. A jó hír az, hogy ami vizet megtermelünk itt, megtermeltek, kiszednek itt, azt beviszik ide a ciszternába. Itt van a tárolónak a kapacitása.
Igen, itt az látszik, hogy a móló helyenként belelóg a vízbe. Ez annyira azért nem szerencsés. Aha, kis... vaddisznó. Öten lakják, és 9-en lakják, és van 15 lakosunk. Ez azt jelenti, hogy páran még csöveznek. Valahol. Csak ezt átforgatjuk, és például felhúzunk még egy pár házikot. Jó, ennyi egy darabig elég lesz. Mi az, amit meg tudunk építeni a communitynek? Mi az, amire szüksége van? Először is kéne építenünk, hát építenünk, hozunk létre kukoricamezőt. Ja igen, de nem fogunk tudni, aha. Csak úgy nem fogunk tudni csinálni mindenfélét. Jó, csinálunk egy ekkora kukoricamezőt. Meg egy ilyet is mellé. És el tudom vetni a magot. Legyen mondjuk tök. Vagy fú, cabbage, ez mi karfiol? Karfiol. És termeljük meg. Iket jó lesz ez. Igen, és akkor delegálnom kéne embert a farmer munkára. Mondjuk 3-at. Ja, de akkor... aha, jó. Builderből vissza, water carrierből egy is elég lesz. Szia, Cursed Flame! Meg hát köszöntök mindenkit! Mondom, ez most egy kísérleti stream, abszolút mértékben. De kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a fogadtatása. Egy olyan, azt terveztem, hogy nagyjából egy óra, másfél óra. Aztán meglátjuk majd a többit. Ó, elkezdték elvetni a magukat. Ha minden igaz. Látjuk, hogy telik most már a víztartá is. Az embereim boldogok, ez jó hír. Scrap recycler kell majd nekem. Jó, ugye erre szükségem lesz, mert plastik kelleni fog a későbbiekben. Látjátok, ki is jelölt, hogy alatt a sugár szennyezett a föld. Na most, ha az elméletem rendben van, és jól láttam, hogy mi van, akkor ezt fel fogják számolni az emberek. Tehát innen ki fogják ásni előbb a sugár szennyezett földet, és csak utána fogják letenni az alapokat. Közvetlen mellé felépítek egy herbalistát is.
látjuk, mert nem maradnak ide emberek. Hát szaporodjatok, gyerekek, nem lesz ez így jó. Kellenének a settlerek. Honnan spóroljak settlert? Hát nem biztos, hogy kell ennyi farmer. Meg egyelőre herbalistából is el vagyunk, kevesebből. Aha, felszámolják, látjátok? Lapáttal kiszedi onnan a sugárszennyezett földdarabokat. Látjátok? Tök jó. Alakulunk, alakulunk. Kicsit rágyorsítok. Szaporodjatok, szaporodjatok. Tök aranyos, hogy rakja le a magokat. Meg rohadtul tetszenek ezeknek az épületeknek a dizájnjai. De tényleg ilyen szarból összeácsolt izék. Na, metált fogunk gyártani. Meg az a jó, hogy újra kinőnek a fák, tehát lehet olyan gazdálkodást csinálni. Hogy csinálják az utat már, kurva jó. Hogy kivágod a fát, tehát pont úgy, mint mondjuk régen a Warcraftban. De később lehet olyat, hogy... Megijedtem. Tehát később lehet olyat, hogy ezeket így visszanemesítik. Vagy hogy mondjam, tehát újraültetik. Ilyen terápiás, chilles játék. Csináljunk még utat. Berakunk még házakat. Jó. Itt vannak az üzemek. Igen, amit Anjin Pisti, jól mondom? De amit Anjin Pisti is mond, hogy ezért is kezdtem el én is nézelődni egy kicsit az indie szférába. Mert érzem magamon, hogy amit mostanában csinál a videójátékiparabban így szomorú kimondani, de belátható időn belül bele fogok őrülni. Nincs elég vízünk, úgyhogy delegálnom kell oda egy pár embert. Ezt az utat egyébként építitek, gyerekek? Nem mi. Ja, te építed, jó. Néha a körmükre kell nézni, mert nem biztos, hogy mindent jól csinálunk. Viszont, ó, itt vannak ilyen kis bogyók. Ez hogy volt? Gather plants.
Aha. Csak nincs összesen három settlerem, aki ezt csinálna. Jó, most építeni úgy se kell, úgyhogy egy építő kieshet a képletből, és akkor viszont jönnek ide az emberkék. Ezt a Genshin Impact játékot nem próbáltam még, nem tudom az én világom-e, de hangzása alapján eléggé japán. De majd valamikor. Plastik kéne hozzá, meg elektronika, hogy a következő szintre tudjam fejleszteni a towncenteremet. Jó. Fámból van 37, ehhez mennyi kell? 8, tehát ezt fel tudnánk építeni. Scrap hiányzik. Jó, hát az embereket gyűjtögetetnem kell velük. Itt van még 28 scrap, itt ezeken a pontokon. Igen, azt kéne elérnem, hogy a scrap-pályt ki tudják innen lootolni. Szavatosan fogalmazva. Azzat építenem kell. A scrapyard kell hozzá, hogy ki lehessen szedni. Uh-huh. Ez lesz itt az üzemi negyedem. Most eldöntöttem. Aztán majd építünk még sok minden mást is. Kevés a kaja. Nagyon. Na, a vízkészlet is vagy te? Miért hogy lenne már fogytál? Kezdetek. Jó, a vízmennyiségünk folyamatosan nő. Lassan le kéne aratni a karfiolt, nem? Ah, oké, aratják. Jól van. Ó, most már van is kajánk, látjátok? Föl is ugrott a dolog. Nem kéne gyerekeket nemzeni? Csak így vetem fel a kérdést. He? Ja, itt már nincsen semmi. Na, és itt lehet olyat, képzeljétek el, hogyha itt a fa mennyiség már ki van termelve, akkor fogom, és akkor Change Field of Work-re rányomok, és átmozgatom a termelést mondjuk ide. Ez itt elbújik, emitten meg kinőhe. Ha itt még növényeket tud termelni, és ez. Még 10 resource van itt valahol. Jól van. Csak annyi a probléma, hogy nincs elég settlerem ennél a pontnál. Jó, vízgyűjtőből tudunk mellőzni egyet.
Ági, mi történt? Mitől zuhant be hirtelen a kaja mennyiség? Ja, mert a karfiolos fazon visszavitte a karfiolt, és hirtelen most nem szedi a karfiolt, és az ennyi idő elég volt, hogy... Aha. Látjátok, most hirtelen elkezdett megint fölmászni. Tudjátok, mi kellene nekem? Okosabb emberek. Ami azt jelenti, hogy készítenem kéne egy iskolát. De nincs elég scrap hozzá. Rájöttem az időmúlását. Közelben van mondjuk még scrap, meg nem tudom mi. Várjál. Ez hogy áll? Sehogy mi. Még minden a scrapjére vár. Tudom, kevés a kaja. De mindjárt visszajönnek a karfiollal és lesz kaja. Igen, mert mérjük, hogy hányféle különböző kaját termelünk. Megváltoztatjuk a kinyerési helyét. Annyira nem küldeném még el a bús francba az emberemet. Viszont... ebben a zónában igazán dolgozhatna. Na hajrá! Majd ha kész van a scrapyardom, akkor meg ki fogom tudni nyerni ezeket a cuccokat is, amikben azért hát úgy van rendesen. Szedd a karfiolt, szedd a karfiolt. Jó. Ne pörögjön az az idő. Na, le lett aratva minden. Jó, tehát... és látjátok, itt nem kell pihentetni a földet, tehát egyszer learadtad, elkezdik újra telenyomni mindenre. Hoppá, viszont nőtt a lélekszám, ahogy látom. Álljunk csak meg. Akkor... várjunk. Legyen egyre több farmerünk, mert három gyűjtögető minimum mindenképpen maradjon. Kíváncsi vagyok, hogy csak a felnőtteket dolgoztatom, vagy a gyerekeket is. 13 felnőtt. Ennyi ez? 1, 2, 3, 6, 8, 13. Ah, csak a felnőttek dolgoznak. Na, itt még senki nem lakik. De már felkészültünk az érkező félben lévő új jövevényekre. Mert ez egy prosperáló település lesz végeredményben. Mindenki a Derworld falván akar lakni. Markito. Mi a végleges célja a játéknak? Na, ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam nincs. Viszont lesznek természeti anomáliák majd idővel, tehát jön majd homokvihar, meg nem tudom én micsoda. Meg az a jó, hogy folyamatosan szupportálja a fejlesztő csapat a játékot, tehát most behoztak ide fórumot, meg mindenféle ilyen dolgokat, tehát megmondom őszintén, szimpatikus volt. Milyen egy szép kis gárdadámja van itt az emberemnek, mi? Sétálnak vele a vaddisznok.
Föl kellene építenem egy ilyen vadászlest. Basszus, de hülye vagyok! Hát tudok csinálni egy ilyen halász hiszét is, fishing huntot. Mondjuk ide. Hogy van ez? Valamiért ezt az útépítést nem érzik annyira prioritásnak a helyiek. Dacára annak, hogy két builderem van. Na? Hova mész? Ja, ott a gyümölcsért. Ezt nem is, miért jön kosárral ide. Watch Dogs Legion, lesz Watch Dogs Legion bemutató, sőt PC-n lesz, ha minden igaz, a Watch Dogs Legionről a bemutató, ugyanis kaptunk egy Asus Duo laptopot, amit bemutatott már a The VR is, tehát valószínűleg láttátok már, hogy érdekelt titeket az ilyesmi, és bődületesen erős, tehát van benne egy 10.000-es szériás Intel processzor, egy RTX 2080-as, kurva jó a cucc, úgyhogy az az ötlet támad, hogy akkor hasszoljon rendes pompájában úgy, ahogy kell, ha már egyszer... Na mindegy. Tehát, hogyha... Hát elég kicsi az esély rá, hogy jó játék lesz, de nehezen múljon. Egyébként ide mászkál az emberem? Franc tudja mi. Jó. Mi is volt az akadálya annak, hogy iskolát csináljak? Jó, nincs elég. Egyáltalán nincsen alkatrészem. Majd, hát ilyen tűzrakóhelyeket, meg ilyeneket érdemes majd csinálni, hogy az emberek minél jobban érezzék magukat. Várjuk, lehet, hogy nem is szedik a scrapet, mert hogy a két ember, aki... Aha, nincs ember a scrap gyűjtögetésre. Itt a... Mit gyűjtögetik? Ezt a fát? Fát vágnak, meg gyümölcsöt hajkurásznak. Abból még van itt a térségben 50 darab. A víz az szorgosan gyűlik. Tutoriában nekem sokkal több emberem volt.
Egyébként ebből a játékból ti látnátok szívesen egy videót az óvén, mert én komolyan fontolgatom, hogy ebből fogok csinálni. Igazából nem lesz érdemben gazdagabb szerintem a kerete, mint amit most láttok, tehát ennyi a játék. Még épületeket fogok felhúzni, még kitalálunk ezt azt hozzá. El tudom képzelni, hogy idővel fognak ebbe bepakolni mindenféle hülyeséget, tehát ad abszurdum mondjuk zombikat, vagy valamit, hogy még gazdagabb legyen az összkép. De nagyjából ez így ennyi. De nekem most ez így pont jó. Biztos veletek is volt már olyan, hogy játszatok ezzel, játszatok azzal, mert persze tök jók a... Mi történt? Micsoda? Raktározzak vizet meg kaját. Gond van a földdel? Ó, mi ez? Bebaszott a szárazság? Aha. Ne! Itt nedves a talaj, itt meg száraz. Igen, ilyen kihívások vannak. Ez nem jó hír. Viszont az egyik gyerekből felnőtt lett, ahogy látom. Te építeni jössz? Nyugtass meg, hogy építeni jössz. Bár scrap így sincs. Ó, viszont itt az eső. Kíváncsi vagyok, hogy annak van-e érdemi hatása arra, hogy néz ki a föld. Aha, látjátok? Kezd a nedvesség visszahódítani a területet, a földet alattunk. Hát ez kurva jó. Ezt most fedeztem fel. Annyira nem túl meggyőző. Nagyon kéne scrap-et gyártani, gyerekek. Egy szerezni. Jó, ezeket mind át kell majd mozgatnom innen valamerre. Mondom, nem szoktam ilyen jellegű játékokkal játszani, hogyha nekem még az a újdonság van ebben, és egyébként már ez önmagában felcsigáz, mert nagyon sok videójátékban már kurvára nem találok semmi. Nagyon kevés újdonságot találok benne, inkább azt mondom. És ebben meg számomra csak az van. Annó próbálkoztam az Annóval, és abban is volt újdonság, nem is kevés, csak az olyan komplex volt nekem hirtelen, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor ezt most itt talán hagyjuk egy időre. De szerintem megint neki fogok utalni, mert tök megnyugtató ilyen kis léleksimogató játék. Tudjátok, nem a zombik ellen küzdesz, meg nem a világ sorsot függ tőle, hanem egyszerűen csak nem ártana, ha nem döglenének meg a lakosaid. 5. Na, ezt itt ki is ütettük. Tegyük át a gyűjtögetés helyét, mondjuk ide, ez jó. Ez így jó. Na most jó, oké, most frankó, most úgy nedves a föld. Rendben, hogy állunk emberekkel?
Azt mondtam, hogy a scrapyardnál dolgozó scrap collector tudom. Már megint mi a tökön van? Kevés a víz. Azt miért kevés? Itt van. Esik az eső. Hordják a vizet. Így elfelé hordják a vizet. Itt a vizes fiú. Jó, kicsit dolgozzuk át ezeket. Hárman hordják mostantól a vizet. Fischert majd akkor alkalmazunk, hogyha már van mit kibányász, vagy kifogni, vagy hol egyáltalán pecázni. Meg a scrap collectort is visszaminősítem. Hiszen még nincsen kész az épület. Miért most jut eszembe? Bassza, majdnem 80-an vagyunk, ez kurva jó. Nem tudom, mi történt. Kurva anyját, most meg persze felépült a scrapyard. Nem, Fischert még mindig nem kell. Egyszerűen nem tudok onnan elvonni embert, mert a farmerre, meg a vízhordó fiúra mindenképpen szükség van. Scrap collector kell, mert ők akkor tudom ezeket a szép nagy rakásokat kiszedni. Refiner az is kell, bár mondjuk sok mindent nem tud csinálni, még nincsen scrap. Lehet, hogy elvonom egyelőre a refinert innen. Hoppázni. Befigyelt még egy gyerek hirtelen? Wow! Helyes! Már megint nincs víz. Majd lesz. Jó van, most már kezd készletünk lenni. Itt fönt látszik az állapotsában, hogy mondjam, a hádon kezdik az emberek felhalmozni szépen lassan a cuccokat. Hú, mi van itt? Ez mi, ami átvonult? És már megint ésség van. De mindjárt leszedik a káposztát, aztán jó lesz. Látjátok? Be is jött a káposzta szezon. Azt lehet, hogy az van, hogy több kaját kéne. Hol van a...
felépítünk ide egy vadászter... milyen szart? Gyakorlatilag egy vadászlest. És innen fog származni majd a hús. Csak ugye ez egy nagy zónában dolgozik. És ezeket a kis... Hát ezeket a kis élőlényeket fogja majd kilőni. Ha legközelebb erre jönnek. Ja, mindenek közben felépítették. No, akkor próbáljuk meg valahogy relokálni az embereket. A Hunterbe beküldök egyet. Fisherhez küldök egyet. Még egyet, aki ez innen jön el, viszont Builderre nincs ennyire szükségem, mint amennyien most vannak egyelőre. Ezt visszaszedem, és akkor a... De érted? Ott az úton lököttek, és riktig nem azt használják. Mert itt visszafelé igen. De az előbb itt átvágott a csábó a mezőn. Ó, viszont egyre nagyobb a szaporulat. Közben itt is kiépítették az utat, látom. Jó. Most van az a pillanat, hogy delegálunk a Refinerbe embert. És megnézzük, hogy muzsikál a... Hát... Ez mondjuk egész jó. Na, kilőttek egy állatot? Ezt lehet valahogy tudni, hogy... Itt 30 egység húst hoznak össze. Itt meg... Aha. Majd védőfelszerelés kéne a telepeseimnek. Mihez scrapyardnál nincsen munkaerő? Na jó, hogy water kanisztert visszavonunk, meg egy farmert is visszavonunk. Szia, Cimbi! Akkor marad ez, és most már van scrapem, úgyhogy most már tudok csinálni új épületet. Méghozzá ez kell nekem, de eznek cloth kell, cloth meg itt tudok gyártani. Átállunk erre. Mennyi cloth? 12 egység ruha kell. Addig megépítek egy iskolát. Hogy ne legyenek seg hülyék a lakosaim. Az iskolát, mondjuk ide a túloldalra. Közel legyen a lököttöknek.
Ó, sugárszennyezett a föld. Jó van. Jó az. Majd építenem kell lassan temetőt is. Ó, egyre több a gyerek. És már megint kaja hiány van. Nem. Védőfelszerelés kéne. Lesz. Nincs az a baj. Lesz. Mert nincs is olyan súlyos sugárszennyezés itt a környéken. Mit nyavajognak ezek? Na jó. Hol tudnának ezek még gyűjtögetni kaját, meg ilyeneket? Ú, jól leraboltuk itt a környéket. Nem kicsit. Hát mi a... Mi a szar? Ja! Ja, hogy a szárazság az így tönkre tud vágni mindent? Hogy akkor nem lesz növény? A logikus, csak nem tudtam, hogy ez így mi. A bakker. Na, hogy állunk Klotttal? Ugye itt látom. 6 egység ruha. Kettő kéne. Jó, hát akkor dolgozzál még. Ott látszik, hogy készül. Mi van? Kiszáradt a tó. Ja, de most jön viszont az esős időszak. Hát esőszer megnézem, feltölti a tavat a víz. Ezt nem is láttam még, hogy ez így menne. Ezért kell... Aha, feltöltődik vízzel. Jó, oké. Tehát... Akkor ezért kell igazából a ciszternába belepakolni a vizet, mert bármikor jöhet az asszály. Viszont itt látom előre. Tehát most folyamatos esőzések lesznek. Jó. Na akkor most van az, hogy... Na, megvan a 12 ruha. Na. Hol a 12. ruha? Itt nézem. Na, jaj, most lett valamiért 12, jó, mindegy. Most megépítjük szépen a szabóságot. Ide. Erre akkora szükség van, hogy ide most minden létező kezet, amit csak tudok átpakolni. Menjen Buildernek. És... Jö, kész a suli? Oké, kell egy tanár. Ennyi mindenkit nem kéne pakolni. Egyet visszavonunk, jó. Menjen a telepes. És most, amíg még jó idő van... Fogjuk ezt. Egy egység fa van, jó, hát ezt... Áthozzuk ezt ide dolgozni. Igen. Ezt...
átmozgatjuk ide. És hol van a harmadik? De most komolyan, hol van a harmadik? Igen, igen, de Tagsaja Juniorra hallgassatok, nagyon jó ötletet vetett fel. Nyugodtan mondjátok, hogy szeretnétek-e ilyen és ehhez hasonló streameket látni a jövőben, tehát ilyen városépítős játék, meg ilyenek, hogy nektek hogy tetszik, mert végeredményben oké, hogy én így tök jól elszórakoztatom magamat olyan játékokkal, amik tetszenek nekem, de utóvégre a cél az lenne, hogy olyanok is kerüljenek a repertoárba, ami nektek tetszik. Úgyhogy egész nyugodtan jöhetnek ötletek, felvetések, mindenféle. Nem nagyon. És tekintettel arra, hogy ez itt a vizes blokk. Olyan a plasztik kéne. Ez jó kilapától tekint. Hogy tudom rávenni a csapatomat, hogy elkezdjék kitermelni ezeket? Ez mi? Így lehet delegálni embert? Innen. Akkor mi történik itt? A herbalistával. Meg ez a tök minden, úgyis tele van, de akkor szerint lehet ilyen fieldeket kijelölni. Még ez jó hír. Jó, minden nélkülözhető embert, azt megpróbálom a vízgyűjtésre állítani. De mindenkinek dolgoznia kell, ez hihetetlen. Next card, igen. Alacsony szintű sugárzás ellen véd. Jó, ilyeneket kell építeni, vagy csinálni folyamatosan. Tessék csinálni. Miért nem csinálod? Kimi Hunt. Age of Empires 3 Definitive Edition. Jó is, hogy mondod, azt megkaptam. A Microtól. Az megvan. Fú, nem is tudom, hogy én Age of Empires eztem-e valaha. Ez lehet, hogy kurva cikkén hangzik, de tényleg nem emlékszem rá, hogy az Age of Empires-szel játszottam volna. És tényleg kinyerik innen a szarokat, megőrülök. Na, hova fogom tudni vinni innen? De mondom, ez egy tök jó kis terápiás játék, rohadtul bejön. Lassan a világ végére küldöm a csapatomat. Kilenc protective clothingot kell csinálnom? Mi van? Plastika, leállunk, átállunk klótra. Mert ruha kell le... Micsoda sugárszennyezet lett ez a szar?
Ah! Karbon maszkot se ártana csinálnom majd. Szén. Akkor ez szénbányaka. Ugye hát ilyen szén pizbasz. Na, újra gondoljuk megint az erőforrás elosztásokat. Már négyen hordják a vizet és nincs elég. Látjátok? Megőrülök. Na mindegy. Akkor hordják öten. Jobb ötletem nincs. És két építő. Jó. Közben. Építek egy utat ide. Metal Gear Solid a Twin Stake. Ja, Hearts of Iron. De egyébként lehet, hogy az Age of Empires-re rá fogok nézni. De... Na, valami... Mi az, amivel a fertőzést, mi ez? Sugárzást el tudom távolítani. Komolyan. Decontamination post. Aha. Jó, csak ehhez is kell majd... Jó, mindenképpen föl kell húznom ezt a szart. Készül a szén. Viszont mivel annyira kell a szén, mert nem idem. Jó. Mivel kell a szén, így a... Burnerre ráállítok még egy embert. Na hajrá, srácok. Kurva jók ezek az összetákolt cuccok, rohadtul tetszenek. Na, kajában már nincs hiány, tehát kaja az van, ezzel nincsen gond. És azon gondolkodom, hogy mennyire vannak telítve a házak. Honnan látom, hogy csöveznek-e a lakóim. Ez mi? Knowledge, hát knowledge-ra nem állunk túl jól, tehát ez nem baj. Ha figyeljtek, milyen luxus van, itt ketten el vannak. Két young adultnak van egy saját kéglie. Tehát jobban élnek most már a fiatalok a apokalipszis után, mint ahogy napjainkban. Megint nincs víz, bazd. Na.
Itt már készülnek a maszkok, fasza. És akkor most kéne felépítenem. Nem itt. Hanem... A decontamination post 12 kell hozzá, de már... Damn! Jó, most nem szórakozunk ilyenekkel. De vagy cloth kell hozzá. Ja, de itt készül, jó. Ja, ott van egy csövesek a telepeseim. Jó van. Oké. Ez is megvan. Jó. Jól van. És túlt is kell csinálnom. Ez honnan? A protective cloth az mindjárt meg lesz. Fát innen már nem tudsz kitermelni. Akkor termeld ki mondjuk. Mondjuk innen. Ez jó lesz, meg... Jó, hogy itt dolgoztok. Faszán. Az mi? Téged miért? Te miért vagy ki? Ja, mert... Neked nincs túlod. Jó. Hogyan csinálunk túlt? Workshopba, persze. Ez egy ilyen ipari negyed. Jó. Itt delegálunk mondjuk két embert. Maxon vannak a vízhordóim. És így... Ezúttal mi történt? Kevés a víz. Szerintem azért fogy ki a tóvize, mert ezek kilapátolják belőle a vizet. Most nézzétek meg, mint az őrültek viszik a vizet, és nem elég. Ezek állandóan vedelnek, telepeseim. Megállás nélkül. Várjunk rá. Végül is a decontamination site-ot, azt fölhúztam. Nem. Na, egy jól elmúlt a sugárzás, így eltelt közben 100 év. A francba volt ez. Itt van. Konkrétan még egy kör szén kell. És akkor meg vagyunk. Ne! Elmegy az egész ruhákra, meg mindenféle szarra. Hát ez így nem jó. Kajával most egész jól állunk. Nézzük csak meg, hogy a... Itt mi van? Itt még termelnek, az nem baj.
Hol van a fakitermelők is? Jaj, nem. 7 darab fa. Jó, azt még megcsináljátok. Ennyi volt. Jó, ezt még itt termeljétek ki. Ez mit dolgozik ezen a területen? Oda meg kibányászni a házat, megőrülök, ezt most megnézem. Aha! Szedi ki belőle a betont, megőrülök. Hát ez kurva jó. Aha, jön a szárazság. Hú-hú. Ha a kutakat túl közel építik egymáshoz, akkor az nem tesz jót, de nem fogok több kutat építeni egymás mellé, csak egyet. Jó, ezt most villámgyorsan húzzátok fel, gyerekek. Kérnék nagyon gyorsan egy építőmestert. Hú, 4 értesítés is jött. Nincs túl, protektív, jön az izé. Jó. Ezek mind meg fognak oldódni. Jó. Készülnek a scrap toolok. Remélem, a scrap tool hiányzik neki, nem pedig valami más. Becsak. Éppen aktuális taszkom nincs. Szia, Gajcsu! Na, végre föl van építve a út. Jó, építőből most több egyelőre nem kell. Messzebbről kell néznem a dolgokat. Ezt itt. Jó. Ja, mert metal toolt kéne csinálni. Már persze, hogy nem az a jó, amit csinálok, hanem valami totál mást kéne. Jól van. Na és közben gondolkozzunk azon, mit kéne még építeni. Lothból, hát abból sincs most túl sok, de azt most nyomni kell. Szinte minden szart most itt megcsináltam. A közösség számára létrehozok egy ilyen kis tűzrakó, vagy tábortüzet. Itt. Meg hát kell egy jó kocsma. Az elmélet az, hogy ha elmennek berugni,
akkor ki tudnak ülni a tábortűzhez, piálni meg dumálgatni. Ha meg elmennek tábortűzhez és eszükbe jutnak innának, akkor be tudnak menni a közeli kocsmába. Van ám itt logika. Úgyhogy ezt megcsináljuk, és... És csak úgy merő poénból építünk egy temetőt is. Azt is gondosan kitalálva a kocsma mellé, hiszen temetés esetén kapásban meg lehet ott tartani a tort. Véletlenül vannak ezek így kitalálva. Oké, ez a kút megoldás, ez nem volt olyan rossz, mert látszik, hogy halmozunk fel vízkészletet, mert hamarosan jön a szárazság. Már megint a tosz. Jaj, bassza, meg én egy decontamination site-ot akartam létrehozni. Egy decontaminator kell, az jó. Honnan tudok még elvonni embert? Ennyien lesztek, most nem tudok mit csinálni. Annyi Pisti. Érdekes felvetés. Na, itt lehet csinálni semmit, itt csak jobb lesz a hangulat. Meg is ugrott a hangulat. Hát még milyen boldogok lesznek, ha megnyílik a kocsma? Mi lesz itt? Thanks, Chief. Nincs mit. Kifogytunk fából. Mi az, hogy nincs fa? Nincs fa? Mi az, hogy nincs fa? Fa az van. Ez egy axióma, hogy nincs fa. Fa van. Most már víz is van, amire most alakul. Ha bejön az asztály, akkor a vízhordó gyerekek... Ó, bazd meg, megint házakat kell építenem. Jó. Nem is. Építek egy nagy... Hol van? A housingnál van. Á, nincs ennyi fám. Jó, akkor maradunk a kabinoknál. Tényleg nincs elég fa. Vajon a száj idején könnyebben vághatók a fák? Nincs resource a közelben. Ó, bakker, de hülye vagyok! Hát van egy kazal szettlerem, és nem küldtem őket ki bogyót szedni. Meg nézzétek, mennyi bogyó van itt. Hát ugyan járuljatok már ide. Ó.
Jól van, te csak szenet tudsz, akkor te szenet csináld, azt csináld. Mi van még itt? Semmi extra. Itt ruhát gyártanak ezerrel. Jó. Közepes szintű a sugárzás itt a környéken egyébként. Tehát ez... Nem úgy vettem észre, de mindegy. Meg csinálok még egy szántóföldet. Ilyet. Mondjuk. Itt viszont tököt fogunk csinálni. Fém kell és fa. Mi az, hogy nincs fém? Ne? A gyártás által teljesen más. Váltálunk fémre. Innen is gyűjtsenek scrappet. Lassan el kéne kezdenem foglalkozni a fa visszatermelésével, visszapalántásításával, mert nem nagyon marad fa a közelben, ha így folytatom. Viszont szorgosak az embereim. A temető az istenetem akar elkészülni. Ez halott ügy. Aha, a tónak ennyi. Ne legyetek már csövesek. Jó, itt felhúzunk egészen addig házakat. Mennyi fám van? Hát nem sok, basszus. Hol van? Mi van a fával, gyerekek? A szájnak vége, mindjárt jön a víz.
Jaj, töltődj már föl. Na, meg is van. Jó. Na és akkor most jön az érdekesség szerintem. Ugyanis megpróbálunk létrehozni Research Station. Ó, kurva! Semmink nincsen hozzá. De nagyon rá kell menni, mi kell ehhez? Ruha kell hozzá, műanyag kell hozzá, fa kell hozzá, rengeteg. Egyedül scrappen van hozzá, meg időm, hogy megcsináljam. Meg szerintem fémeszköz. Hogy van? A metál túl. Jó, hát... Állj, itt a kis facsemeték már elkezdtek kihajtani, látjátok, és szépen fokozatosan növekednek. Azt a kurva, három aszályos időszak fog jönni? Egymás után? Nagyon kéne egy Research Center. Klót meg műanyag. És se ruhából, se műanyagból nem kéne sok. Közben elgondolkodtató, hogy lehetséges, hogy azért fogy ilyen kurvára a kaja, mert sokan vannak ezen a környéken. Tehát sokan laknak a településemen. Egyébként most jutottam a legmesszebb ebben a játékban. Egyszerűen nem tudunk elég vizet felhalmozni. Jó, egy víztornyot kell majd építenünk. Egy ilyen szart is.
Na, nincs víz. Mi az, hogy kevés a kaja? Hát soha ennyi ember nem dolgozott a kaján, mint most. Hogy most már nem tudok elég messziről intézni ilyen bontásokat. Frankon kimerik az összes vizet a tóból. Látjátok? Nem tudom, mennyire érvényesül, de tűnik el a víz. Vagy csak színeződik el? Jó. Na, fánk közben lett, scrapünk időközben lett. És nagyjából ezt tudom így elmondani így a végére. Figyeljetek, azt mondtam, hogy egy másfél órát fogok streamelni, ez az egy másfél óra nagyjából meg is volt. Borzasztóan köszönöm, hogy itt voltatok, és elkezdünk összeállítani szépen egy menetrendet, hogy hogyan működjön ez, mert őszintén szóval... Ez itt tök jó, hogy azok a játékok, amiből nem feltétlenül lesz videó, tehát kritika, azokat így streamen lehet nyomni, de ízelítőt is be lehet dobni, mert miért ne alapon. Úgyhogy mi kitalálunk erre valamit, jó? De nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk, hát holnap után, előbb-utóbb mindenképpen. Na jó, sziasztok!